Sziasztok srácok, én Tankét vagyok, és most nem a kötvényboltos tankot fogunk be, ö, megnézni, hanem mivel régen volt a csatornán free-to-play tartalom, ezért úgy gondoltam, hogy a mai videóban kicsit megnézzük, hogy hogy is állok a free-to-play fiókon, és, ez egy, és egy nagyon érdekes csatát hoztam nektek, mert sikerült megdönteni a sebzés rekordunkat ebben a mérkőzésben, amit itt fogtok látni, és egy nagyon izgalmas meccs lesz, úgyhogy érdemes lesz a végéig maradni, hogy indítsuk is el, és akkor nézzük, hogy hogy, hogy is állunk nagyjából a free-to-play fiókon. Mivel közeledik a, a, rangsorolt csata, tehát ugye uh, szerintem ezt a videót majd hétfőn rakom ki, ugye egy, ma hogy elkezdődik a, a rangsorolt csatáknak a 2021-es, 22-es rangsorolt csatáknak a második felvonása, és szerettem volna egy OP tankot kifejleszteni, és elkezdtem már kifejleszteni ezt a VZ55-öt, és sikerült is eljutnunk, de láthatjátok, még azért nem 100%-os a tank, mivel itt ugye az egylövetű ágyúja van még csak rajta, mivel ugye azt mondja a Wargaming, hogy választhattok ezen a tankon, hogy melyik ágyút szeretnétek használni, de igazából nem választhattok, hanem ugye megkapjátok az egylövéses hágyút, ami technikailag azt hiszem kicsit pontosabb, meg gyorsabban szűkül, mint a táros hágyú, de ugye 62000 XP-t ki kell grindolnotok, hogy megszerezhessétek a táros hágyút, ami szerintem nem egy választás, de látni fogjátok, hogy ezzel az ágyból is milyen uh, izomos kört tudtunk itt gurulni. És uh, ugye bejöttem ide, ugye itt nagyon jól lehet a BZ-vel szájszkréppelni, ugye láthatjátok egyébként a TR9-es, illetve TR10-es tankok vannak itt ellenünk, és itt egész jól uh, tudok majd szájszkréppelni, ugye ezen a sarkon. Egy picit itt aggódtam, hogy ugye a 907 majd oldalba fog minket lőni, de a 907 ugye elment oda föl a, a médium tankok, illetve a td így ugye miatta nem kell aggódnom, és nézzétek meg egyébként a simán sidescrape itt ugye felemelem az ágyomat, hogy hogy a kupolámat ne tudják átütni, mert igazából, hogyha ilyen szögben sidescrape nekik, a kupola lesz a, csak az átüthető pont a tankomon, és azért emelem föl, mindig így az ágyut. És nézzétek meg, tökéletes ugye a szituáció nekem, ugye csak becélzom a, az első láncát, hogy a tankoknak aztán oda is őket trekkelni, és nem igazán tudnak velem mit tenni, és igazából, hogyha a táras lett volna itt rajtam, akkor ennél mondjuk több dimidzset is ki tudtam volna uh, osztani ebben a meccsbe, de igazából ezzel sem látni fogjátok, hogy az így is jó sok dimidzset ugye uh, ki tudtunk osztani. És amúgy nézzétek meg, ugye itt a mouse-szal visszatartjuk az ellenfelet, nem igazán tudják, hogy uh, hogyan is kéne, mit is kéne itt csinálni. Ugye gyorsan ki akarom venni az eszkónkot a játékból, nyilván nagyon erős tank, úgyhogy uh, mindenképpen meg szeretném ölni. És még nézzétek meg a meccs, eléggé szoros, tehát nincs az, hogy két perc, vagy izé, um, igen két perc, vagy a mérkőzés, és már ugye mondjuk 8-0 az állás, tehát egészen kiegyenlített mérkőzésnek látszik itt azért céloztam a sarkot, mert láttam, ugye 140, hogy ez spot, amikor utoljára spoton voltak, akkor elindult arra, és azt hittem, hogy meg akar minket flankelni. És kicsit ugye nézni akartam, hogy ott kinézem. Ugye gondoltam, amíg nem néz ki, addig gyors kinézek a, a re És belelövünk egyet, láttam, egy lövésesítette a mouse, bele is lövünk egyet. Téltfejét lepattal rólunk. És itt folyamatosan nézek körbe, amíg újra töltök, hogy esetleg milyen veszély beselkedett ránk, honnan pikelhetnek ki, és ugye gondolkozom, hogy segítsek el a mausnak az abba a tétizből. úgy voltam vele, hogy szinte meg tudja oldani, és én is van, meg is tudta oldani, és még mindig célzom ugye a 100 vélet, hát a kinéző sarkon, de ugye ez nem történik meg. Látom, hogy itt a kettőt feltünk bajba van, úgyhogy átjövök ide mellé, és látom, hogy valami tárazza, és ugye ki is nézek kicsit jobban, ott is van a becset 25 AP, és ugye belénklő egyet, de ugye ők belénklőtt 280-at, én meg visszalőttem neki ugye egy 500 ötöset, tehát nekem ez a trade teljesen megértem. Ugye a TNH megpróbál szájszkrépelni, de picit túlforgatta magát az oldalát, ugye belőttük. És én is beállok ide a 257 mögé, és próbálnám előni azt a TNH-t, de pont nem találom meg a szöget, mert ugye a 257 ugye fontosan mozgott előre-hátra, így nem tudtam előni, és hát ez eléggé szerencsétlenül jött ki. Nézzétek meg, már 4500 sebzésnél járunk, és még bőven, bőven van HP az ellenférben. úgyhogy picit várok itt, hogy hát, ha kinéz azon a sarkon a TNH még egyszer, át, ha elkövető a hibát. Látom, hogy a mausunk is pusol előre, Úgyhogy úgy éreztem, hogy valamit kéne csinálni. Tehát a ilyeshetünk, illetve az E75-ünk ugye bajba van, és gondolkodtam rajta, hogy elmegyek ugye ebbe a pozíció, Bocsánat, így mutatom inkább, ugye ebbe a pozícióba játszani. De rájöttem, hogy mivel ez az oldal elesett, simán megflenkelhetnek minket, és eljöhetnek ugye oda hátra, és onnan ugye oldalba, illetve segbe lőhetnek minket. Egy kicsit itt voci látom, hogy mit kéne uh, pontosan csinálni. Súlyoltam vele, hogy megállok itt a hold down résznél, és én oldalban lövöm azokat a tankokat, akik ugye most ugye be akarnak ott pusholni. Ugye ez ház uh, torony lőttünk egyet, és egyébként látjátok, eddig api lőszerrel lövöldöztem, mert bőven elég volt, viszont úgy éreztem, hogy ez a meccs ez eléggé uh, jó lehet, ugye uh, XP szempontjából, úgyhogy úgy voltam vele, hogy előveszem az arany lőszeremet, illetve az -házra a az majd szükségem is lesz, ugye itt megpróbálom előni az eszházat, de úgy voltam bele, hogy inkább a tortó is lövöm meg. És láthatják, egyébként ez ilyen szituációkra nagyon-nagyon jó, tehát huldom, a kinézek, nem igazán tudnak vele mit csinálni, és magas alfával ugye meg tudom őket ugye büntetni a pusolások miatt. Ugye itt láttam, hogy el kell futni, mert nagyon jönnek felém az ellenfelek, és be fogok ragadni oda. Ugye a phase egyes es minket, viszont mi egy gyors snapshot 549-et lőttünk bele, és itt megpróbálok gyorsan elfutni, még mielőtt lövést kapnék, de a TNH szemfüles volt, és ugye előtt minket ugye egy 521-esre, és így úgy voltam vele, hogy itt még tovább kéne fussak, de ha még tovább futok, lehet, hogy a TNH el fog minket lőni. Ugye picit megállok itt a sarkon, és megvárom, míg meglőjük a csapattársak. Ugye éreztem, hogy most itt a lehetőségem, ugye tovább menni ugye az eszázat célzom, de ugye nem látom se az alvázát, a tornyát nem tudom milyen szögből beütni, és a V4-től sem akarom meghozkászhatni, hogy beveszek egy lövést, mert nézzétek meg, nagyon szoros a mérkőzés, és szükségünk van a HP-nkra, hogy lehozzuk ezt a mérkőzést itt el akarok jönni erre, kicsit erre a bal oldali részre, látom, itt jön egy tortoiz, és segíteni akarok a T62-ának. A T62-ár egyébként érdemes ezt odafigyelni, mert ő segített minket abban, hogy ezt a mérkőzést le tudjam hozni. Láttam, hogy a tortoiz lőtt, gyorsan kinézek, mielőtt még betörtene, egy 560-assal meg is küldtük, és látom, hogy jön egy V4-es is, gondolkodtam, hogy eltolassak, vagy maradjunk harcolni. És úgy voltam vele, hogy maradok harcolni, ugye a V4-es kinéz, neki gyorsan egy lánctalpot, a Tortóiz közben egy lövés lett, ugye forgatom a pánciómat, be, befordult ide, de lepattant rólunk, és itt van előttünk egy v amit megpróbálok itt Tortoise roncsán keresztül előni, de nem igazán tudok, úgyhogy megpróbálok majd ellene szájszkrépelni, ugye a kupoláját el tudom lőni, de őt is ő is ugye tudja lőni az én kupolámat, úgyhogy vigyázni kell. A V4 elrontja a lövést, és innentől kezdve tudom, hogy én előbb töltök be, mint ő, úgyhogy gyorsan kinézek, mielőtt előbb betöltene, és a kupolájába lövünk még egyet, ezáltal egy lövéses lett, 605-öt rólóltunk bele, 490 alfával, úgyhogy egészen magas uh, rng volt kaptunk, és vele, hogy gyorsan ki kéne végezni ezt a V4-et, mielőtt még ugye a progetto, illetve a becset ugye megkerülne minket, és akkor uh, nem lesz esélyünk megnyerni. Úgyhogy gyorsan kitolatok, ugye nem volt uh, ideje a vényesnek is ki tudtuk menni a játékból, és itt úgy voltam vele, hogy oké, okay, és itt meg kéne flankelni ez a százat. És majd látjátok egyébként a 62 ának szólok, hogy vonuljon vissza, azért, hogy húzza ki minél jobban ez a százat, hogy nekem legyen időm őt megflankelni. És nézzétek meg, ő majd nagyon jól fogja csinálni, ha én spotolódik a progetto, tehát tudom az ő pozícióját, és nézzétek meg, itt a 62 a nagyon jól csinált, megtrekkelte az s -házat. Így, hogy megtrekkelte az s -házat, nekem van időm ide jönni, és ugye megint uh, meg tudom trekkelni, plusz ugye ki is gyújtom, de volt neki túzoltója, úgyhogy eloltottam, és ugye a 62 a megint meglőttem, úgy így nekem ugye egy lövés lett, és tudtam, hogy a progetto már jönni fog felém, tehát fel is vagyok készülve arra, hogy előttem uh, jönni fog a progetto, és... Uh, ugye, öfte, uh, ugye három, vagy bocsánat, srácok, ugye elkezd minket kitározni, így kettőt lőtt már belénk, látom, hogy hitt elő, és megpróbálom ugye túlfordítani az oldalamat. Nézzétek meg, az az egyetlen esélyem, hogy a túlfordítom az oldalamat, mert ugye akkor a hit lőszert ugye le tudom venni a lánclapon. Nyilván nem tudtam, hogy hány lőszer van a progettóba, mert néztem a HP-mat, és hogyha mindegyik lőszerével beüt minket, akkor ugye ki tud minket tározni. Tehát muszáj volt minimum egyet, ugye lepattin csak tőle. Látjátok és be is ütött, minket az utolsó lőszerébe, tehát hogyha azt az egy lőszert, nem, nem veszem le a láncommal, akkor itt most halottak lennénk. Ugye a progetton most kifogyott, ugye a 62A megölte a becsetet, és ugye a 62A még meg is trekkelte nekünk a progettot, Innentől ezzel nincs más dolgunk, mint belelőni egyet, és a 62A kifiniselte. És mire kettünk 4-4 uh, sebzéssel végzett. Ugye látjátok, 11 ezer. 91 sebzést osztottunk ki ebbe a körbe, amivel megdöntöttük az előző 9500 sebzést, amit még az e assal lőttem, és hát srácok, nagyon egy izgalmas kör volt, és tényleg kellett itt a végjátékba az, hogy a 62A ugye jól játszom, mert ha ő nem játszott volna jól, akkor mondjuk meghalt volna az SZH-tól, és a médiumtakok tagok ugye körbe vettek volna minket, és akkor esélye nem lett volna nyerni. Ő nagyon jól megjátszott a szituációt, úgyhogy gratulálok neki. Közben itt, amíg beszélek, látni fogjátok, ugye a csata végére eredményeket, ő is egyébként azt hiszem ilyen 4500-at úgyhogy tényleg ő is nagyon sokat hozzátett ez a mérkőzéshez. És látjátok egyébként, hogy mennyire erős tank tud lenni ez a VZ-55, még úgy is, hogy csak a rosszabbik ágyút használom ugye rajta, hogyha itt a tárasáját használtam volna, valószínűleg még több sebzést ugye ki tudtam volna osztani, de elég, eléggé büszke voltam erre a körre, mert mert tényleg ez új sebzésrekord a free to play fiókomban és ezzel is szerettem volna nektek megmutatni, hogy igazából oké, hogy lőttünk aranylőszerrel is, de ugye AP lőszerrel is kilőttünk, vagy 5-6 ezernyi Látjátok egyébként azt, hogyha valaki free to play játékos, attól még bőven-bőven ugye lehet ilyen extrém divizseket kiosztani, hogyha valaki odafigyeli és jó játszik. Nos srácok, remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, like kommentbérjátok meg, hogy ti tervezitek-e kihúzni ezt a vz 55 öt illetve mit gondoltok erről a csatáról. Illetve srácok, azt még fontos mondanom, hogy mivel kezdődnek ugye a rangsorolcsaták, csaták, elkezdtem grindolni a ennek az ágát, és már ugye a tier, tier kezdtem el grindolni, és már a tier 6-os tanknál járok. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan kell játszani azokkal a tankokkal, amik ugye azon az ágon vannak, akkor mindenképpen lesetek be a twitch ugye ott élőben szoktam streamelni, és tudtok tőlem kérdezni. És van még egy nagyon fontos dolog, srácok, csatlakozzatok a Discord szerverre, ugye ott egy nagyon jó közösségünk van, és bármi kérdésetek van ott, én is tudok válaszolni, esetleg ha nem streamelek, de bárki más is tud, nagyon köz segítőkész közösségünk van. Ha pedig itt Youtube-on szeretnétek támogatni a munkásságomat, akkor csatornataggá tudtok válni, rámentek a csatornámra, kék csatlakozás gombot, hogyha megnyomjátok, akkor ott tudtok csatornataggá válni. Én remélem tetszett nektek ez a videó, és akkor a következőbe találkozunk, köszöntöm nektek a figyelmet, Ön két voltam, sziasztok!